Sziasztok! Ma folytatom az Age of Empires 2 Definitive Edition kampány végigjátszásomat, és ugye a Genov Arc-ból megvolt a harmadik küldetés, most pedig jöhet a negyedik. June 25th, Orléans. Dead France is returning to life. Our army swells with new recruits. In olden times, men swore fealty only to their particular lord. Now, we fight not for the insolent lords and ladies, but for France. For all of us, Joan is France. There is no distinction in our minds. The Dauphin himself has arrived in Orléans. Never have I seen such a celebration. France needs a king, so we must escort the Dauphin to Reims, where he can be properly crowned. Yet, the city of Reims is dangerously menaced by the Anglo-Burgundian army. The cities of Troyes and Chalon also bar the way. Joan commands that we must liberate all three cities before the coronation, and we eagerly seek to fight. Oké, szóval fel kell szabadítanunkat, hogy megkoronázzák a királyt, ugye? És ugye le kell győzzük az angol... English Guards? Oké. Kifé? Itt van Zsonovak, és ide kell eljutnunk. Kifé? Oké, itt van ugye az English Guards. Oui, Pirax. Oui, Pirax. Kéber, oye. Majdnem elvesztettem az egyik papot. Kéber? Hello. Kéber? Do not let her cross the river. Hey, leave it. Que fait à la bataille? Da. Que fait, pirate? Hát nem sikerült megállítaniuk. Que fait? Oui. Igen, ugye fel kell szabadítani a három várost, ugye Reims, Chalon és Troyes, vagy mi az? Nekem legelőször kéne még kéne még fa és még több főépület. Plusz ugye fel kéne így deríteni a terepet. Várjunk, itt a zöld, ugye? Vagyis csak egy torony. Oké, szóval ugye a tornyok azok védik a izét, a nyersanyagot. Van izénk amúgy? Nincs. Nincs fejlesztve ugye technológia, ami miatt közelre is tudnának lőni. Oké, a legjobb az egészben ugye, hogy most már tudok menni imperiális korba. És fogom tudni ugye képezni a izét, a... Mi az már? A paladinokat.
Ah, oké, itt van ugye Salón. Plusz ugye nekem így, így a játék elején sok élelemre van szükségem. Oké, ugye a két torony lerombolva így majd ezt az aranyat meg követ be tudom majd gyűjteni. Kay? Bûcheron. Pastisor? Várjunk, populáció az, az mennyi amúgy? Gondolom megint 125, igen. Maho. Prêt, c'est Oui, certes. Jó, mert ugye lett még egy lovag. Plusz ott is van egy torony. De ugye nem sokáig. Kéne amúgy követ gyűjtjek ugye és kastélyt építeni. Plusz kéne még talán egy főépület. Á, mondjuk nem, mert ugye csak 125 a populáció ugye. És nem nagyon kell spameljem a izét a villagers-t. Szóval elég úgymond a két főépület. Egyelőre ugye az ellenségek azok nem támadnak. Plusz, hogy elnézem, több torony nincs a környéken. Nem, bár lehet, hogy itt még lent van. Oké, amúgy kéne ugye az élelem, hogy át tudjunk menni. Kell ugye 1000 élelem és 800 arany. Plusz ugye egy kastélyt kell építenem.
vagy ugye, várjunk, írja, hogy egy kastély, vagy ugye két ilyen kastélykori épületet. Ami például lehet egy... Okay. Lehet egy ilyen ostromeszközépítő épület, vagy ugye templom, vagy egyetem úgymond. De a kastélyt építem ugye nagyjából ide, hogy védje ezt az átkelő helyet. Plusz itt még van egy torony. Jó, mert ugye itt van még 1, 2, 3, itt van vagy várjunk. 1050 kő, ami ugye két kastélyt jelent. Ja igen, meg tudok majd izét is, trebusét. Ami szintén nagyon jól jön. Most azon gondolkodom, hogyha elérem a 125-ös populációt, és átépítem ezt a három, vagyis nem, hogy átépítem, áttérítem ezt a három sátrat, akkor kapok vajon extra populációt? Csak úgy, úgy kíváncsiságból. Café, certes. Pastisor, pastisor. Pastisor, mineo. Na, a fenébe egy kicsit be vagyok rekedve. Annyi az egész, ugye, hogy kell ugye a technológia, ami engedélyezi az épületek áttérítését. Ami nem nagyon tudom, hogy melyik az. Várjunk, azt hiszem nincs is olyan technológiám, vagy... Várjunk, nincs is olyan technológia? Nekem ugye jelenleg nincsen. Van olyan technológia amúgy, csak nekem nincs jelenleg. Charge!
egyetlen lovaggal jöttek rohamozni. Okay, prêt. Pastisor. Cert. Pastisor. Á, valójában most jönnek. Ambár a kastély az simán visszaveri őket. Fait, bûcheron. Pastisor, pastisor. Oé, axe. Prêt. Pastisor. Que fait, Nivet? Quel? Ah, ok, kéne ide a magaslatra egy kastély. Prêt. Oil. Plusz zsönövarkő legyen a izében, legyen a kastélyban, hogy még véletlenül se veszítsem el. Oui. Oké, amúgy azokra a gyalogosokra nincs szükségem. Remek lett egy újabb lovag. És kéne gyűjtsek ugye az izére, a paladinra. Jaja, megjöttek a franciák. Oh, hello. Kell néhány trebusé. Szerintem egy olyan 3-4 trebusé elegendő lesz. Jó, mert ugye nekem kavalier van, nekik csak sima lovag. Oké, elintézték. Oké, amúgy a zöldet én támadnám is. Ugye ezért kell lerombolni a főépületet. Elérte a zöld az imperiális kort.
Kefe. Pastisor. Prêt. Oe. Kéye. Kefe. Bûcheron. Chalor has been free. Oké, amúgy a zöld ugye... A, igen, a zöld az már szövetséges, a király. Itt pedig jön a... narancssárga, de ez a két kastély visszaveri őket. Oké, a sárga meg most indul meg. Az a két villager meg bebugolt oda. Artisan, artisan. Pastisor. Oké, okay, kell ugye a paladin és még több lovas. Oké, okay, véletlenül izét képeztem, scoutokat. Plusz néhány trebusé az még jól jönne. A legjobb az egészben, hogy ez a két kastély veri vissza izét a narancssárgának a csapatait könnyedén. Nekem mindössze izét kell elintéznem, ugye a főépületet. Oké, okay, felszabadítottuk ugye ezt is. Várjunk, a narancssárga pedig ő csak kastélykorban van, szóval valójában esélyük nagyjából semmi. Szerintem mire a trebusé ide érkezik, addigra
főépületnek vége lesz nagyjából. Vagy mire kicsomagolnak. Igen. Oké, okay, ez jó volt amúgy. English and Trois have been defeated. Now the coronation of the Dauphin can proceed. És most már meg tudjuk koronázni ugye a francia Dauphin-t, nem tudom mi az. hogy ugye francia, vagy a franciák királya legyen ugye? Rendesen úgymond. Rendes koronázása lesz ugye. As we rode into Reims, a sea of peasants and lords knelt before Joan. Some even knelt to kiss her horse's hoofprints. Cannon thundered, and a thousand flags danced in the breeze. In the enormous palace, the Dauphin knelt before the Archbishop and rose as King of France. Prayers, anthems, and sermons filled the great chateau. Interspersed among perfumed dukes and ladies were tattered soldiers from our army, many still bearing wounds. Joan herself was at the king's side, as was her bedraggled battle standard. Despite the celebration, I know in my heart that this war is far from over. Our fathers and grandfathers died fighting the English. Joan gives us hope, but I do not know if hope is enough to ensure victory. Oké, okay, amúgy rákerestem ugye, hogy mi az, hogy Dauphin, vagy mi, hogy ejtik, és ugye valami trónörökös, szóval most már úgymond megkoronáztuk a trónörököst, és úgymond igazi királya lett ugye a franciáknak. És a következő küldetés pedig ugye az izé lesz, ugye Párizs ostroma az ötödik küldetés, ami a következő részben lesz. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!